Sziasztok, én Panzaris Diana vagyok, ő pedig a műsorvezető társam Koba. Ti pedig a Mancsvár című műsort nézitek. A műsor pedig az állatokról szól, lesz benne állatvédelem, állatmentők és sok más állati dolog. Igazán hozzáfűzhettél volna valamit. Állatmentő liga. Családom és egyéb állatfajták. Az állatok bolondjai. Na, te mondod, vagy én? Mindenki ismeri a külföldi állatmentőknek a munkáját. Számtalan tévécsatorna mutatja be nap, mint nap. Azt viszont, hogy ez Magyarországon is létezik, kevesen tudják. Az állatmentő liga tagjai ingyenesen végzik tevékenységüket, sőt, ők fizetnek azért, hogy segíthessenek. Történeteik sokszor veszélyesek, de mindig szívszorítóak. Mi van? Te nem fogsz ma már megszólalni? Reggel 8 óra. Az állatmentő liga már úton van Solt felé. Speciálisan felszerelt autójuk a Szellemírtó vezeti a sort. A liga már több éve menti az állatokat, ezért a munkáért nem kapnak fizetést, sőt, általában ők fizetnek, hogy működni tudjanak, és még így is nélkülözhetetlen a támogatók segítsége. A helyi állatvédők kérték a segítségüket, mert vannak esetek, amikor nem árt, ha nagy darab emberek állnak mögöttük. Ilyenkor kétszer is meggondolja magát az, aki erőszakosan próbálna fellépni az állatvédőkkel szemben. Ha nem félsz, a kutyáktól vidd be! Ez már Solt, Ágica birodalma. Ő a helyi állatvédők vezetője. Először kipakolják a támogatók adományait, mert sajnos abból sosem elég. Ágica sok-sok éve végzi önkéntes munkáját. Ahogy ő fogalmazza, nem vagyok alapítvány, sem egyesület, sem semmi ilyesmi. Én csak szeretem az állatokat, és szeretnék segíteni, amennyit csak lehet. Ha nem megy egyedül, akkor kisebb összefogással, segítségkérésekkel, a megmentett, megmentésre váló állatokért, akiket embertársaink cserben hagytak. Ezzel az elhivatottsággal végzi önkéntes munkáját nap, mint nap. Rövid megbeszélés után kialakul a menetrend. Ágica elmondja, hogy mire számíthatnak, és hogy milyen súlyúak az ügyek. Mert minden mentés más, nincs két egyforma. És elindulnak az első helyszínre. Na, nem tudjuk, hogy melyik előtt. A macskáson biztos, hogy ez a most sok justice van. Megvan. Hello! Az első helyszínre lakossági bejelentés miatt érkeztek, itt rögtön egy szomorú történet fogadta őket. A hely ismerős a solti állatvédőknek, korábban már jártak itt. A háznál egy kutya is van, láncon tartják. A tulajdonos elmondása szerint erre azért van szükség, mert ha nem így tenne, a környékbeliek megmérgeznék az állatot. Az állatvédők megvizsgálták a kutyát, csippel el van látva, de sajnos nincsen beregisztrálva. Ez azt jelenti, hogy a kutyáról semmit se lehet tudni. Az oltási könyve nincs meg, és ez már szabálysértés. Kiérkezésükkor a kutyának fájdalmai voltak a székelésnél. Hogy állatorvos mikor látta utoljára a kutyát, nem lehet tudni. Az állatot ételmaradékokkal tudták csak etetni, másra nem nagyon tellett. A körülmények sajnos itt indokoltá tették, hogy rögtön beavatkozzanak. A kutya 8-9 éves lehet. A házigazda nem tudta pontosan megmondani, ahogyan a nevét sem. A házigazda szerint nem ő a tulajdonos, és a kutya egészségi állapota a tartási körülményei miatt bizony komoly pénzbírságra számíthatna az igazi tulajdonosa. Ez vitte el. Mindenki varos? Ez a kicsit. Ez.
Egy daganatos megint a füle. Ezt nem is bánnám, ha eltűnik. Rákos a füle, látod? Ezt egyszer megműtettük. Ezt én szponzoráltam meg ezt a műtétet annak idején, van nem tudom, hogy melyik fülén volt piszok nagy daganat, de úgy látom, hogy jön újra. Szia, Kitty cica. Kis sóton lakik a Vera. Nincsen foga. Tehát semmi foga nincsen a macskának, talán egy-két ilyen csónk. A beteg macska műtétjét Ágica fizette, mivel a cica tulajdonosa nem tudta megfinanszírozni azt. A műtét nélkül viszont elvesztették volna az állatot. A házigazda teljes mértékben együttműködő volt, a hibákat belátta, és mivel anyagi körülményei sem teszik lehetővé a felelősség teljes állattartást, így a lemondó nyilatkozatot aláírta. Ez egy szomorú történet. Senki sem örül a helyzetnek. Mindenki komor, vidám tekintetek nincsenek, és ebben az esetben az állatvédők sem viszik el boldogan az állatokat. De mindenki belátja, nincs mit tenni. A szegénység ellen nem tudnak tenni. Sajnos a cicák is el lettek szállítva. Az állatok már jó helyen vannak, de a házi nénit ki fogja megmenteni? Itt egyetlen állatok uralkoznak. Itt van a másik, megnézze, megtanják. Hetek óta itt alszunk, én elkezdtem őket. Itt van vannak? Lehet, hogy már nem élen alszanak. Erre a helyszínre szintén lakossági bejelentés alapján érkeztek az állatmentők. A három kiskutya az utcán élt egy fa alatt már néhány hete. Szüleik, mint később kiderült, elpusztultak. A kölyköket az utcabeliek etették. Hogy miért hagyták el otthonukat, nem tudni. A kutyákban csíp nem volt, viszont a tulajdonosokat hamar megtalálták. A tulajdonosok és az állatvédők között vita bontakozott ki. Nem tisztünk állást foglalni, mindenki elmondhatja az érveit, de egy bizonyítható tény van. Három néhány hónapos kiskutya az utcán él, és ott nem maradhatnak. A tulajdonosok könnyen mondtak le a kutyákról. Nem nehéz belátni, hogy jobb helyen vannak a menhelyen, hiszen az utcán nagyon kicsi esélyük lett volna a túlélésre. A megmentett kutyákat és macskákat a Solti Állatvédők Központjába szállították. Megérkezés után friss vizet és ételt kapnak az új lakók. Sorsukat nem tudják meghazudtolni. Mohón habzsolják az eléjük rakott ételt. Számos hasonló sorsú állat él itt mindennapjait egy szerető gazdi érkezését remélve. Ez a külterületi tanya sok borzalmas dolognak volt már a színtere, és sajnos van, amikor már későn érkezik a segítség. Korábban is tudósítottak több médiában az itt folyó állatkínzásokról. Az elkövetőket a rendőrség akkoriban elfogta. Az állatot a gyanúsított, az elhagyatott tanya épülethez vitte fiatalkorú társával, ahol a kutyát bálamadzaggal kötözték meg, és egy gerendára felkötötték, majd kegyetlenül megcsonkították. A fotók annyira felkavaróak, hogy ezeket mi nem mutatjuk be. A környéken lakók figyelmét már nem került el az a kiskutya, amelyiket a tanyaépület közvetlen közelében láttak a napokban. Állatmentőink minden borzalomra felkészülve kiszálltak a helyszínre. Szerencsére állati tetemet most nem találtak, viszont a kutyus segítségre szorult. Az állatkínzásért elítélt férfi a helyszínen volt. Az állatot megvizsgálva nem találtak csippet, nem voltak iratok, amelyek igazolták volna a kutya kilétét. A döntés helytálló. A kutyusnak nem itt a helye. Állatvédőink ismét az állatbeszállítása mellett döntöttek. A negyedik helyszínre már egy autóval kevesebb érkezett. Oda menet lerobbant a jól felszerelt mentőautó, de erről majd később. Itt is lakossági bejelentés alapján indult a mentés.
A háziak 7 kutyát tartottak nem megfelelő körülmények között, megkötve, láncon. A könyvben semmilyen tartalom nincsen, se oldás, se az, hogy mikor született, milyen volt a semmi, hogy egy csisztán bele van ragasztva és kész. A kutyák egy része szemmel láthatóan alultáplált, bár a háziak ezzel nem értettek egyet. Rövid tanácskozás után úgy döntöttek az állatvédők, hogy a legrosszabb állapotban lévő állatok semmiképpen sem maradhatnak a családnál. A lerobbant szellemírtót látva ismeretlenül is segítségül siettek a helyi lakosok. Sajnos a probléma csak szervízben volt orvosolható. A megmentett állatokkal nem jutottak el az állatmenhelyig, mert a speciális mentésre alkalmas mentőautót el kellett vontatni a szerelőig. A várakozás alatt megéheztek az állatvédők. Az állatokat természetesen indulásig sétáltatták, vizet adtak nekik, és enni is kaptak. Este 6 óra felé elindultak a Solti állatmenhely felé a legújabb lakókkal. Őket sikerült megmenteni. Számukra véget ért az éhezés és a nyomor. De sorsuk akkor rendeződik majd csak, ha egy szerető gazdi örökbe fogadja őket. Ilyen a mi állatvédőink egy napja. Azt gondolom, most már mindenki számára nyilvánvaló, milyen értékes munkát is végeznek az állatmentők, még ha nem is látjuk őket túl gyakran a médiában. Direkt példakép a Gerard Darrell, az ő nyomdokain haladva építette fel kis állatbirodalmát. Számtalan óvodás és iskolás csoport látogat el hozzájuk. Most mi is meglátogatjuk őket. Hallgatás, beleegyezés. Családom és egyéb állatfajták. Ez a címe Gerard Darrell egyik könyvének. Ez a mottója virágnak is, és valóban ennél frappánsabban nem is lehetne kifejezni azt a kavalkádot, amely fogadott minket. Van tengeri malac, házi malac, nyuszi, kacsa, csirkék, halak, kutya és még kecskék is, és persze a szorgos kis hangyák. Virág, Sára, Anna és Zsuzsi. Az állatsereglet legnépesebb tagjai a tengeri malacok. Van itt rövid szőrű, hosszú szőrű, kicsi, nagy, félénk és bátor, és mind éhes és szomjas. El is kezdődik a reggeli ceremónia, az etetés. Elsődleges és legfontosabb a számukra kialakított tengeri malactáp, aztán az alma, dinnye, uborka és a nagy kedvenc, a frissen kaszált fű. Most épp répát kapnak, meg egy kis desszertet a széna előtt. A friss víz is nagyon fontos, ezért arra egész nap ügyelni kell, hogy megfelelő mennyiséghez jussanak az állatok. Ők a malackodás eredményei. Szőrösen, nyitott szemmel jönnek a világra. És még azt is elárulom, honnan származnak. Dél-Amerikából. Evés után egy kis fodrászat. Vagy séta a kertben. Ennyi malacot nem lehet egyszerre sétáltatni, ezért vannak kiválasztottak. Mint például Kefir, az ős malac. Ő volt az első, de nem az utolsó. Első felvonás után jön a második. Meg kell etetni a Baromfi udvar lakóit. Itt is van malac, csak kicsit nagyobb. Ő picúr, de cocini lesz a tervek szerint. Vőlegénye még aglegény életét éli. Kedvencét ciklasalátából készült levest kapott ebédre. Jutott belőle a csirkéknek is, és Kázmérnek a kacsának. És most egy rövid autókázás, mert a kecskéket is meg kell etetni. Megérdemlik, mert tejet adnak, ami gyógyítóan hat az asztmára, és sajt is készül belőle. Azt pedig mindenki szereti. Samu 80 kilót nyom. Ő fajsúlyos egyéniség a kameruni törpekecskékhez képest. Tejet nem ad, mert mint neve is mutatja, bak. Malac vőlegényből akad itt egy pár, de a mézes hetek még odébb vannak. Egyébként ők vietnámi csüngőhasú malacok.
temetés után vissza a házhoz. Jönnek a nyulak. Törpenyulak számos fajtája megtalálható itt. Holland törpe, oroszlánfejű törpe, kosorú törpe, kosorú oroszlánfejű törpe. És persze a nyuszik létszáma is gyarapszik. Ezek a nyuszik itt miért vannak külön? Hát ők tegnap érkeztek hozzánk, mert mi a valami probléma miatt, vagy megnyúlt állatokat befogadjuk, és ők pont tegnap ide költöztek. Összefoglalva, amit láttunk virágéknál, az a harmónia. A városban egy kis tanya, ahol mindenki dolgozik, ahol szeretik az állatokat, és ahol minden gyerek felelősséget tanul. A természet tisztelete és szeretete így maradhat életben generációkon keresztül. Ismét visszatérnék Gerald Darrellhez. Kevesen tudják, hogy dolgozott díszállatkereskedésben, és gyűjtött állatokat a világ minden táján. Akár csak a bíró testvérek. Ahó, te ma már nem fogsz megszólalni? A bíró testvérek szerelmesei az állatoknak. Ez már nem hobbi, foglalkozás, hanem hivatás. A történet a 80-as években kezdődött. A két testvér szinte versenyzett, ki milyen sikereket ér el az állattartásban. A 80-as évek közepe, amikor ez egy elég ritka dolog volt, tehát akkor még ilyen érdi teknősen erre kimentünk, hogy mi az, hogy fiú teknős, mi az, hogy lány, nem nagyon voltak irodalmak. Apuval még elmentünk a Széchenyi könyvtárba, ilyen 1905-ös német kiadású terrárium könyveket ott fordítgattunk, hogy milyen állatok vannak, hogyan kell tartani. Az első sikerek szerintem onnan lehet számolni, amikor itt sikerült állatokat szaporítani otthon. Ez mindig ilyen vita, hogy mi az, amit először sikerült szaporítani. Én úgy emlékszem rá, hogy barna baziliszkuszt és leopárd gekkót sikerült először szaporítanunk otthon, és ezeket eladtuk, és akkor ez volt igazából a siker, hogy ezt meg is vették. Az egészséges egyensúlyt ezt nem sikerült tartani, mert megszálltuk a lakást, tehát tulajdonképpen mindenhol állat volt. Tehát szó szerint úgy volt, hogy a varánusz az ágyunk alatt alakult, a leguán egy faágon élt a szoba közepén, tehát nem egy ideális kamasz szoba volt, tehát nem pószterek voltak a falon, hanem mindenhol élő állat volt. A szülők ezt nem mindig nézték jó szemmel, de ez mára megváltozott. Sőt. Mi alkalmazkodtunk a gyerekek hobbiához, nem ők követték a szülőknek a hobbiát, vagy foglalatosságát, szakmáját. Úgy tudom, hogy annyira jól sikerült alkalmazkodni, hogy már ti is tartotok otthon állatokat. A fiatalok kirepültek, és az állatok meg beköltöztek a lakásba, ez igaz? Hát, ahogy szokták mondani, hogy állat nélkül lehet élni, de minek. Már a leguán díszállatkereskedésben vagyunk. Ez a kisebbik testvér és a szülők birodalma. 20 éve dolgozik vele a mamája, és most már a papa is ott tölti idejének nagy részét. Mindenki mutogatta a kedvencét, mindenki büszke valamire. Nekem a gekkók a kedvencem, és onnan is a nappali gekkók a kimondottan kedvencek. Ebből itt a boltban 3 félét tenyésztek. Otthon még egy másik 2-3 félével próbálkozom. Most a kedvenc állatunk Tóbiás, a kétkarmú teknős. Őt egy vidéki terrárium kiállítás megszűnése után sikerült beszereznünk, de így a kollégái megszelídítették, úgyhogy most ő a kedvencünk, gyakorlatilag így kézből eszi. Nem eszi meg a halakat, csak növényeket eszi. Ritka teknős fajta. Pápua Új-Guineában él, papírok nélkül nem tartható. Lakhelyéről már nem lehet beszerezni, mert 2000-ben a washingtoni egyezmény hatája alá került a faj. Az üzletben nem csak eladás, hanem tenyésztés is folyik. Boltunkban van egy keltető is, és itt szoktuk kikeltetni azokat a kis állatokat, amik nálunk szaporodnak. Most ez kimondottan a leopárdgekkóknak a keltetője, és akkor ellenőrizgetni kell néha-néha, hogy vajon kikeltek-e már a kis gekkók? Hú, mai napunk sikeres volt.
ugye ez egy nagyon ritka pillanat, ezt ritkán lehet látni, hogy így ilyen állapotban, tehát hogy már félig kint van, félig bent van az állatka, ilyenkor a szikanyagot még szívják föl. Tehát ez lehet, hogy mondjuk egy óra múlva ki kell, lehet, hogy 20 perc múlva ki kell, de lehet, hogy 8-10 óra múlva jön csak ki, mert ilyenkor még a szikanyagot így szívogatják föl. És ez abból a szempontból érdekes, hogy ugye ilyet csak olyan láthat, aki megnézi a műsort, illetve ugye aki gekkot keltet. Közben engem is meg akart tréfálni a saját stábom, de azért ehhez korábban kell felkelniük. Akartam neked mutatni valamit, hogy mindig van nálam egy kis barátom, amivel így el szoktunk beszélgetni, és úgy gondoltam, hogy neked is megmutatom. Ó, és ő egy csótány? Bütykös csótány, így van. És szia! Ő mostanság népszerű kis állatka. Őt tartják, mint házi kedvencének? Kicsit úgy néz ki, mint a gyeleség. Köszönöm, örülök, hogy megismerkedtünk. Sajnos a díszállatkereskedések is érzik a válság hatását, és azt, hogy a nagy külföldi áruházláncok uralják a piacot. Ez azt jelenti, hogy a kis díszállatkereskedések, mivel általában versenyképtelenek, megszűnnek. Ezáltal eltűnnek azok a kis közösségek, amik egy-egy díszállatkereskedésben kialakulnak. Mert ezeken a helyeken nem csak árusítanak, hanem tanácsokat is adnak. Szinte szakmai fórumok alakulnak ki. Maga a tevékenységeknek az összefogása felmerült egy pár évvel ezelőtt, meg valami jogi segélyszolgálatunk, meg egyáltalán hogy ezt a, mondjuk úgy, hogy szakmának tudjuk nevezni, és egy remélem mondhatom úgy barátommal, Panzali Sándorral kitaláltunk egy egyesületet, a Magyar Díszállatkereskedők és Tápforgalmazók Országos Egyesületét, amit így néhányad magunkkal, hogy úgymond gründoltunk egy néhány évvel ezelőtt, és akkor megpróbáljuk ebben a beérkező információkat, a különböző változó jogszabályokat, törvényeket összegyűjteni, és ezzel tájékoztatni a kollégákat. A kereskedők elsősorban olyan fajokat árusítanak, amelyeket könnyű tartani, mert az a céljuk, hogy a náluk vásárolt állatok életben maradjanak. A díszállatkereskedésekben megfelelő tanácsokat és ismertetőt fognak kapni az érdeklődők. Először egy királypitont fogok kivenni, és akkor így meg is kérlek arra, hogy kicsit így kígyót melenges a kebleden. Jó? Biztos, hogy nem fog megharapni? Ez szinte biztos. Szinte. Ugye ez így van. Ezt az angolok úgy is hívják, hogy labdapiton, mert ha megérjen az állat, akkor ugye eldugja a fejét, tehát ez egy nagyon-nagyon félénk állat, azért is lett népszerű házi állat, mondjuk így. Azt kell tudni ezekről az állatokról, hogy ezek ugye a Washington Egyezmény által védett állatok, tehát elvégre egy származási igazolást azért illik hozzájuk kapni. A Washingtoni Egyezményt, vagy más néven szájteszt azért hozták létre, hogy a vadon élő növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat. 1973 óta él ez a szabályozás, és a listáján szereplő fajok száma sajnos egyre növekszik. Ha Magyarországon szaporodik egy állat, akkor kap hozzá egy ilyen szép sárga dokumentumot, amivel le van írva, hogy kinél született, hol, mennyi idős, mekkora, amikor kiállították, és a szárazföldi technősöknél még egy szép fénykép is készül róluk, amit 6 havonta újra fényképeznek, mert ugye változik, ahogy nőnek a technősök. A kereskedésekben a törvényi szabályozás miatt szinte biztos, hogy legális helyről beszerzett állatokkal fogunk találkozni. Hát ők a bíró család, akikről elmondhatjuk, díszállatkereskedő dinasztiát teremtettek. Íme egy remek példa arra, hogy egy eleinte furcsának tűnő dolog hogyan képes végül összehozni egy családot. Minden állatnak kell egy mancsvár. Ez volt a Mancsvár. Sziasztok! Szerintem te rendesen leszerepeltél. A műsor fő támogatója a Fitaktív termékek hazai forgalmazója, a Panzipet Kft.